Na, sziasztok! Szerintem én megyek egy kört ebben a kamerával itt. Itt szálltam meg. Nagyon, nagyon tetszett a szállás. Nagyon kedvesek voltak a házigazdák, szóval igazi, hát, szóval ez tanya. Ez itten egy 40 hektáros terület. Buliknak, mindennek. Az árak jók. Szóval ajánlani tudom ezt is. Tamás tanya csemőbe. Itt szálltam meg. Vannak ilyen kis bungallók. Én itt voltam ebbe a házikóba. Itt is gondolom ezek is házak. Vannak ilyen kemencék ottan. Akkor látjátok, nagy tűzrakóhely. Ott hátul, hát nem megyek el, hát haszem lovak vannak. Szóval a focipálya, belső tér, ilyen tér, olyan tér, ott is kemence. Szóval tényleg egy nagyon, nagyon jó hely. Itt is ilyen étkező, ott bent van egy nagy étkező. Tényleg tegnap megérkeztem azonnal, kérdezték, éhes vagy, kérsz valamit enni, nagyon rendesek. Tényleg a Tamás, aki tényleg nagyon, mint a családtag lennék, úgy fogadott, szóval nagyon, nagyon tetszett. Gondoltam, megmutatom nektek. Szerintem fogok én még itten megszállni. Ez nem tudom mi. De hát mindegy, lehet, hogy tisztító berendezés. Szóval nézzétek, medence, mondtam neki, majd egyszer nyáron jövök. Mikor lehet csobbanni is. Azt mondta, hogy ezért kutyát is lehet hozni, nyugodtan. Szóval szerintem jövök én még ide. Azt mondta, hogy van valahol hátul egy kis tó is. A halastó szerintem az van. Elmenjünk oda. Aztán mindjárt megyek tovább, vagyis megyek hazafele. De még közben beugrok majd még a Pusihoz is. Látok a tóba. Mert teljesen haza nem megyek. Szerintem ez itt a halastó be van fagyva. Biztos, biztos szép lehet ez itt nyáron is. Tényleg egy nagyon igényes egy porta. Aztán felteszem a izékamerát kocsira, és akkor majd hazafele menet elmesélem nektek, hogy mi történt. Na, nézzétek! Szerelmesek kutya! Társad szerelmét szívedbe zárod, mikor láncot lakattal lezárod. S ha kulcsát mély kútba dobod, örök külséget cserébe megkapod. Na, azért annyira nem mély. Na mindegy. Szóval. Itt a tabacska. Itt is nyáron biztos kint lehet ücsörögni. Szép, na. Szóval tetszik. Biztos, hogy nyáron ez nagyon szép itt. Itt télen se csúnya. Van neki egy varázsa. Tehát mondta, hogy 40 hektáros területen terül el. Ilyen izé. Szóval a családi örökségbe ment tovább ez a tanya mindig. Hát azt internetről vettem, mondjuk, hogy családi örökség. Már nem tudom, már régen is családé volt. Kicsikét hideg az idő. Ja, még ezt a izét itt megnézzük, aztán szépen visszagyaloglok a kocsihoz. Azt ihaj, csuhaj. Beadom a Navinak, hogy Pusi. Azt már egyénk is. Neki és Sanyi, Niki és Sanyi. Na, nézzétek, ma itt is van ilyen. Niki és István. Erika és Csaba. Itt izéltek, itt csinálták az esküvőt, azt kaptak ilyen izéket. Hát ez tök jó megoldás, nem?
Ja. Kár, hogy szemünkbe süt a nap. Boldogság sétány. Bármilyen úton járj és léptet takarja majd az út. Porra, de ki az útra lépett annak, kőbe vésve örökre megmaradt szerelmük szimbóliuma. Ha! Gájél! Na, tényleg. Szóval, na, érdekes is, meg kedves is valahogy ez az egész. Nagyon, nekem nagyon tetszik. Szóval, tényleg. Tetszik, tetszik a dolog. Itt aludtam ebbe a szobácskába, házacskába. Ezzel az ablakkal. Nyáron biztos izé lett volna, buli lett volna kinyitni az ajtót. Korán ébredtem fel, még sötét volt, tudjátok mikor. Az ember még izé otthon megszokja a koránkerést, aztán elmegy hotelba, azt ott is felébredt korán. Szép, szerintem nagyon szép. Lehet, hogy egy videót magába hagyom. Tamás tanya. Tényleg egy szép hely. Na. Szóval ezt nem kell izélni. Nem kell 50-szer elmondani, hogy szép hely, mert ez tényleg szép. Na. Ezen nincs mit szépítgetni. Na, jó van. Én már elköszöntem, kifizettem. Kaptam egy kizét, kávét is. Útravalónak. Nyáron ez a recepció. Nagyon, nagyon takaros kis hely. Tényleg nagyon, nekem tetszik. Nagyon tetszik. Tudom ám, hogy mi a gond. Mi lett a gond izével, zöld halommal. De most nem arról van szó, hanem erről ígyni. És akkor itt a vége. Neki várjatok. Rácom, Tamás tanya. Szóval csemőben van, csak ajánlani tudom, hogyha valaki erre száll meg, hogy erre fele jön, és keres egy tiszta, kényelmes, jó éttermes üdülőhelyiséget, csak ajánlani tudom. Na jó van.